Na, Béluska! Béla, hát vissza! Megvan a fa! Ilyen mézes palácsházat fogunk csinálni. Ez egy katasztrófa! Nem! Ma már december 12-e van, és ez itt a második vlogmas videónk. Eddig semmi nem történt a héten, úgyhogy ez a hét csak a csütörtökből fog állni, ami teljesen felesleges lett volna megcsinálni egy külön videóban, tehát ezért fogjuk összevágni majd a jövő heti dolgokkal. Ma egy ilyen kis céges vacsorára megyünk itt a kollégákkal. Az interneten találtam egy receptet, Bounty bombon. És igazából ennyi minden kell csak hozzá. Tehát a sűrített tejet kell összekevernem majd a kókuszreszelékkel, amit majd olvasztott csokiba kell belemártanom. Hát talán meg tudom csinálni ezt a bonyolult receptet. Abban már vannak kétségeim, hogy ez milyen ízű lesz, de majd meglátjuk. Kókuszreszeléket és a sűrített tejet kell összekeverni. És igen, én ezt a két dolgot egy ilyen géppel fogom összekeverni, mert hihetetlenül lusta vagyok. Egyébként már Bounty szaga van. Na hát azon, hogy ez már formázható lett, úgyhogy kihozok pár kelléket a formázáshoz, mert elég sok lesz, és innen folytatjuk. Ez a kellék igazából csak egy laptop, hogy ne unjam halálra magamat. Soha nem fogjátok kitalálni, hogy mi történt. Elrontottam. Elrontottam egy olyan süti receptet, ami három összetevőből áll. Túl sok kókuszt raktam bele, 20 dekát ír a recept, és én beleraktam 40 dekát. Nem értem, hogy ez hogy történhetett meg. Mindegy, úgyhogy most megyünk a boltba, veszek egy üveg bort és egy bombont, és ezt fogom vinni, mert már nincs idő még egyszer csinálni. Na, hát a kézműves szakunk. Ezzel felolvasom ezeket a tea keverékeket, amiket majd ezekbe a kis ajándékköpölyöző üvegekbe fogunk összekészíteni. Van benne 79% fekete tea, örlemény, 9% gyömbér, 6% fahéj és 3% bodza. És van benne chili. Talán a fahéj meg a bodza miatt, meg a gyömbér miatt egy kicsit talán még karácsony is. Redből rakunk valamennyit, majd elosztjuk, és ennyi. Vettünk még ilyen kis ajándék kísérőket. Én az Oliver mesél, de hogy vetted ezeket a kísérőket? Olyan aranyos volt. Hát igen, az történt, hogy már hetek óta terveztük ezeket a dekor, meg karácsonyi felszereléseket, meg kütyű-mütyüket az ajándékokhoz. És többször is elmentünk mindenféle boltba együtt. De mégsem sikerült mindent egyszerre beszerezni. És persze, mikor lett last minute az egész, amikor a körmünkre égett, és be kellett vásárolni azonnal például ezeket a kis ajándékkísérőket. Amiről az Olinak fogalma sem volt. És mikor lett last minute a dolog, amikor már csak egyedül voltam, és nekem kellett megoldani az egészet. Úgyhogy nem volt egyszerű. Töltögetünk, nem? Nem az az első lépés? De nem úgy, hogy így bele, mert... Mennyi fér egy ilyen? Látszik benne a szárított chili is, meg látszik benne a gyömbérdarabkák is, ahogy keveredik a teával. Ezt nézzétek! Csodaszép! Na jó reggelt! Nem tudom, hogy telefonban mennyire fogja visszaadni, de csodálatosan szép napfelkelte van biztosan. Nagyon sajnálom, hogy rohannom kell a buszhoz, és nincs időm valahova elmenni fotózni, mert biztos, hogy csodaszép.
fenyőfák. Szép formája van, amit itt kapálunk. Ugyan nagyon régen vettem már fenyőfát, nekünk mindig műfenyőnk. Hát mindig ugyanúgy kell csinálni. Először is keresel valakit, hogy kirányozik. Hát ez ilyen, vidd magad. Aha, itt vannak a kis fenyőfák. Hello! Szia! Szia! Egy lucfenyőt szeretnénk. Na, hogy bírod a fát ott elől? Nagyon könnyű. Itt hátul nagyon kellemes. Ja, nem is viszedni. Nem is tudom mekkora, de hát nem másfél méteres, az biztos. Hát magasabb lett, de annyira nem terebélyes. Ja. Jó kis hurka. Reméljük az illata is olyan jó lesz, mint amilyen szép zöld. Meséld el, Zoli, miért vagyok ilyenkor picit mérges rád? Úgy se vágom bele a vlogba. De! Azért vagy mérges, mert amikor éhes vagyok, akkor kapkodok és gyorsan készítek kaját, és minden török zúzok magam körül. Vagy legalábbis zajos vagyok. Ugye? Igen. Ennek a kis hamburger. Na, a hamburger az elkészült és nagyon finom lett, úgyhogy most nekiállunk felíszíteni a csodálatosan szép fát. És a Zoli, hol vagy? Megpróbálja beállítani a technikát. Azaz a telefonomat. Az a jó a Zoliban, hogy nagyon-nagyon precíz. És ilyenkor minden évben megspórol nekünk egy bogozást. Nézzétek, milyen izgalmas kapszulát vettünk a Csibónál. Ez egy ilyen karácsonyi limitált kiadás, csokis narancsos. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, mert mostanában rá vagyok kattanva a csokis narancsos dolgokra. És most azt a hírt olvastam, hogy a Csibónál is elindul a kapszula visszaváltás. Nem tudom, hogy mikor indult el, én hétfőn találkoztam a hírrel, és nagyon-nagyon boldog vagyok tőle, mert eddig csak a Nespresso-nál volt. És nagyon szomorú voltam, hogy itt a Csibónál nincsen ilyen lehetőség, és most már van, úgyhogy igazából ezzel a kapszulás kávézással semmiféle szemetet nem fogunk termelni, mert ugye ezt, amiben van, ezt ki lehet dobni a papírosba, nincs, nem szokott rajta lenni ilyen fólia, úgyhogy ez nagyon jó, a kapszulákat meg majd a kis zsákba kell belerakni, és akkor hogyha Pesten járunk, akkor meg csak kidobjuk. És hogy most megkóstolom ezt a csokis narancsosat, kíváncsi leszek, hogy milyen, úgyhogy most nagyon büszke vagyok a kis Csibóra. Good job, Pinky! És itt van mini Pinky. Ő nem egy játék kávéfőző, valós. Ez nem túl egészséges így december közepén. Ez nem segít abban, hogy megjöjjön a karácsonyi hangulat. Ma már december 19 van, és itt vagyunk. Veszprémben. Bizony! Megnézzük a veszprémi karácsonyi vásárt, meg eszünk egy finomot a Maricába, ami igen, az egyik kedvenc helyünk. Thank you.
Képzeljétek el, milyen felfedezést tettünk. Most már Veszprémben is van ilyen pokit, vagy pakit, vagy nem tudom milyen automata. Pestieknek biztos ismerős. Az a lényeg, hogy 1000 forintért lehet venni ilyen kis könyveket. Tehát, hogyha mész valahova, általában ilyen aluljárókban van Pesten, hogyha mész valahova és nincsen könyved, akkor tök jó, mert ott van az automata, és tudsz venni könyvet. Igen, olyan, mint egy italautomata, és itt Veszprémben a Hangvillába, Hangvillának a haljába van. Igen, ilyen automata. Úgyhogy most veszünk valami könyvet. A mai esti projektünk az még annyi, hogy egy tavaly már kipróbált IKEA-s ilyen mézes kalácsházat fogunk csinálni. Csak reméljük, hogy sokkal nagyobb sikerre, és sokkal szebb lesz, mint a tavaly. Ilyen kis lapra szerelt mézes kalácsházat lehet kapni az IKEA-ban, a shopban. És nagyon jó pofa, annyit kell csak hozzá csinálni, hogy egy ilyen tojásfehérjés, porcukros mázat kell keverni, az lesz a habarcs, és utána, amikor összeállt, akkor utána meg azzal lehet díszíteni, meg dekorálni, amivel csak akarjátok. És egyedi lesz, és nagyon szép lesz. És utána lehet beletenni te a mécsest, és akkor meg még világít is, és olyan, mintha otthon lennének. Aha. Fogd meg a tiédet legalább! Ó, ne lök ki a falat! Most már a tiédet lököd! Zoli! Miért? Folyik fölül! Ez egy katasztrófa! Nem! Látok az ablakon! Jön belül lesz majd! Ez egy kollégium! Nos hát, elkészült a remek mű. Még egyelőre nincs fent a kémény, még szárad. A részleteket érdemes megfigyelni. A gyönyörű szívecske forma, amit a Zoli készített. A véletlenszerű jégcsapok. Itt a másik oldalon van a bejárat. És ezekkel az illóolajokkal vannak kitámasztva minden. De ezt a házikó készítést elrakjuk holnapra. Hát, hogyha addig megszilárdul. Na, elvégeztem az utolsó simításokat a kis IKEA-s mézes kalács házunkon. Tegnap az elkészítés folyamán voltak érzelmi hullámvölgyek, illetve az a tojásfehérjéből és porcukorból kikevert massza, az nagyon lassan dermed meg, nagyon lassan szilárdul meg, szóval erre készüljetek fel. Legalább egy éjszakát hagyni kell, hogy igazán strapabíróra szilárduljon, viszont amikor ez megtörtént, akkor onnantól teljesen masszív a házikó. És ahogy mondtuk nektek tegnap is, ilyen kis elektromos ledes teamécsest lehet beletenni, és akkor itt teljesen tűzbiztos a dolog. Nagyon jó pofa, és olyan, mintha pislákolna benne a kis kandalló, nagyon hangulatos. Ki lehet tenni, nagyon szép dekoráció lesz a karácsonyi asztalra. Illetve a kéményt nem sikerült ráapplikálnunk, az egy picit ilyen kis gírbe-gurba lett. Egyébként így lehetne ráépíteni a kéményt, de ettől mi most eltekintünk, szóval egy ilyen kis mellékhelység lett belőle itt a ház mögött. Persze egyébként megsüthetitek akár magatok is mézes kalácsból a falakat meg a tetőt is, és akkor teljesen saját lesz az egész alkotás. Illetve megjött az egyik utolsó ajándék, amit ma becsomagoltam. Ez a Bookline Antikváriumból jött, egy speciális, dedikált könyv. Ilyeneket be lehet szerezni több helyről is. Én most egy olyat választottam a Bookline-tól. Ennek az a lényege, hogy különböző embereknek dedikálja őket a szerző, és természetesen nem a saját nevetekre fog szólni a könyv, hanem valaki másnak szól, de mégiscsak eredeti, kézzel írott és az adott szerzőnek az aláírásával ellátott könyvről van szó. És ezzel nagy örömet tudtok szerintem okozni annak, aki esetleg a kedvenc írója, vagy aki nagyon kötődik az adott szerzőhöz. Egy kicsit személyesebbé tehetjük a Szentestét és a karácsonyi ajándékozást. Na, ma már december 23-a van, ami azt jelenti, hogy véget ért a Vlogmász, úgyhogy reméljük, hogy élveztétek, és hogy tetszett nektek a videó. Bízunk benne, hogy nektek is ugyanilyen élményes készülődésetek volt, mint nekünk, és kívánunk nektek és családotoknak nagyon boldog ünnepeket, boldog új évet! Találkozunk jövőre! Így van!
Sziasztok! Látunk itt véget? Mindenkinek azt kívánjuk, hogy legyen olyan az ünnepek, amilyenek elterveztétek. Töltsétek békébe boldogság. Nem tudom, spontán. Olyan jó vlogger lehetnék.